Ebben a videóban egy elég összetett feladatot fogunk megtanulni, végrehajtani. Egyrészt ki fogjuk retusálni ebből a képből ezt a szemét, másrészt az egész fekete-fehér képet színessé fogjuk tenni, mint hogyha színesben készült volna eredetileg a felvétel. Hogy lássátok, hogy ez nem a valóságtól eltávolodott vagy elrugaszkodott feladat, ezt a képet eredetileg így készítették, mint itt a baloldali, de amikor Stálin megharagudott erre az emberre és kivégeztette, akkor nem csak a földi életből távolította el, hanem még az emlékét is kitöröltette, tehát ezt a képet ő retusáltatta a korabeli technikai lehetőségeknek megfelelően. Mivel most számítógéppel dolgozunk, ezért nekünk ez néhány perc alatt fog menni, és sokkal látványosabb eredményt fogunk elérni, mint az akkori retusáló. Tehát először is az lesz a feladatunk, hogy valahogyan őt innét kiszedjük. Természetesen lehetne használni a klóneszközt, eszközt, beállítunk egy megfelelő méretű ecsetet, mint amit már korábban használtunk, és kontrollal kiválasztunk a vízből egy részletet, és néhány kattintással eltüntethető az alak. De ennél egy jobb módszert fogunk használni a rétegek kezelését. Ugyanis nekünk a végeredményben egy színes képet kell kapnunk, nem baj, hogyha az a víz az hasonlít a, ténylegesen a, egy folyóvízhez, amelyik egy kicsit hullámzik, ezért én már korábban letöltöttem egy folyóvizet ábrázoló képet, itt látható, ezt fogom majd felhasználni itt a képünkbe. Ahhoz, hogy a folyóvíz itt láthatóvá váljon, ahhoz egy újabb rétegként ebbe a képbe bele kell tenni a folyóvizet. Úgyhogy először ezt fogom csinálni, a folyót itt szépen kijelölöm, tehát Select All, Ctrl-C-vel vágólapra rakom, és a Stalin képembe Ctrl-V-vel beillesztem. Most a réteg sorrend az, hogy legfölül van a vízet ábrázoló kép, és alatta pedig a háttér. Hát át is nevezem egyébként ezt a réteget azért, hogy jobban látszon, hogy miről do mivel dolgozunk. Jobb egérgombbal kattintottam itt a réteget jelképező kis ábrán, és átírtam a nevét arra, hogy víz. Most megpróbálom a háttér alá húzni, de ezt nyilván nem engedi, hiszen ez maga a háttér. Ahhoz, hogy a háttér alá tudjam tenni, ahhoz ezt a lakatot, ezt ki kell kapcsolni. Mostantól kezdve ez a háttér is csak egy a rétegek közül, és simán a vizet be tudom tenni mögé. Ha visszateszem, akkor a víz lesz az előtérben. Nem biztos, hogy ez ilyen nagy hullámokra lesz szükségünk, úgyhogy majd valószínű így egy kicsit át kell méretezni, de most egyelőre jók leszünk így. Vissza a rétegek sorrendjéhez, és beteszem a háttérbe a vizet. Na most, a képünkön, amit most át is nevezek jobb egérgombbal, nem backgroundra, hanem arra, hogy kép. A képünkön fogom kitörölni a vizet ábrázoló rétegeket, és akkor látható válik a mögötte levő réteg. Úgyhogy a lasszóeszközt eszközt választom, a poligon lasszót, és egy tízes fedőr, az nem baj, hogyha be van állítva a képen, és gyorsan ezeket a részeket, ahol a folyónak kell látszania, kivágom a képből, méghozzá úgy, hogy körbejelölöm egy körbejelölés megvolt, ehhez egy újabb ö, kijelölést hozzáadok, hiszen egyszerűbb, hogyha egyben csinálom, nem kell foglalkozni azzal, hogy ez az ember benne van-e a képben, vagy nincs, hiszen őt úgy is el akarjuk távolítani róla, és itt a melvédnél fogunk elmenni egészen a Stalin ruhájáig, és a Stalin ruháját így szépen körbejelölöm. És már készen is vagyunk. Tízes fedőr van, kész a kijelölés, delete nyomok, és ez el is fogja távolítani erről a képről a hátteret. Az nagyon fontos, hogy ki legyen választva, hogy a, a kijelölés melyik rétegen érvényesüljön. Megyünk most vissza. Nem, arra nagyon kell figyelni, hogy nehogy a vízből töröljem ki ezt a rét, részt, amit most kijelöltem, mert akkor ott nem fog látszani semmi. Hanem nekem a kép rétegből kell kitörölnöm, egyszerűen rákattintok, tehát a delete-re, és eltűnt. Ez nagyon jó. tulajdonképpen nekem mindentől kezdve már nagyon kevés munkám van ezzel a részével. Visszamegyek a víz rétegre, most ki is kapcsolom a hátteret, és szeretném, hogyha inkább ez a hullámos, ez a sűrűbb hullámos rész kerülne ide a folyónak erre a részére, de ha most arrébb húzom a képet, akkor csak a kijelölést mozgatnám. Ez nem lesz így jó, ezért itt megszüntetem a kijelölést, és az egész képemet fogom lehozni, mondjuk idáig. Most visszakapcsolom a képet, és látszik, hogy most itt már a sűrű hullámok látszanak. Egyébként tovább is tudom mozgatni, természetesen a víz rétegre kell akkor menni, hogyha ha azt szeretném mozgatni. Tehát kikapcsolom a képet, és akkor így tudom a vizet mozgatni. Arra nagyon kell figyelni, hogy itt ne bukkanjon elő a háttér. Tehát itt most ez így pont jó. A következő, hogy itt a melvédből is ki kell szedni azt a részt, ahol itt látszik még ennek az embernek az alteste, úgyhogy visszamegyek a képrétegre, és ebben a képrétegben fogok majd alkalmazni ilyen klón eszközt, tehát rámegyek a klón eszközre, és az ecsetet azt egy kicsit kisebbre változtatom. Nézzük meg, hogy ez így jó lesz-e. Ctrl, egy kattintás. Ez túl nagy, mert így még a Stalin ruhája is benne lesz, tehát akkor még ennél is kisebbre kellene változtatni. Így. És még ennél is kisebbre. Talán most már jó. Igen, és most itt pont, ahol ez az elválasztó vonal van, Ctrl, megnyomom, és szépen azt a részt ide másolgatom. Innét alulról pedig a melvédnek a többi részét pedig fölfelé. Hát rögtön mehetünk. Úgyhogy először is innét választok egy mintát és szépen fölfelé megpróbálom ezeket eltüntetni. Így jó. Esetleg itt ezt még el lehet kenni egy kicsit, hogy, hogy jobb legyen, vagy így egyenesen húzom. Kiválaszthatjuk ezt a blur eszközt. Itt még kenegetem. Tehát ez már jó lett. Következő a kék égnek a megjelenítése lesz. Tulajdonképpen, hogy ne keveredjünk nagyon össze, össze lehet olvasztani ezt a két réteget, úgyhogy rámegyek a rétegek eszközre, layer, és flatten image, úgyhogy most már a kék és a kép össze van olvasztva. Most kivágom az eget, mert szeretném, hogyha az ég is szép legyen, úgyhogy már letöltöttem korábban egy ilyen kékig képet. Ezt fogjuk alkalmazni megint a lassú eszközzel. Itt szépen kivágom azokat a részeket, amiket megőrizni szeretnék. Így. Most nem akarom nagyon túl részletezni, de nem olyan nagyon nehéz ez. Egy torony, zászló. Torony, Így itt szépen körbe, és ki is van jelölve ez a rész. Tulajdonképpen le is törölhetem, nyomok egy delete ezzel eltűnt, ilyen négyzethálóssá változik, átlátszó, a képemnek ez a része, megnyitom a kék ég képet, kijelölöm az egészet Ctrl-A, Ctrl-C-vel vágólapra rakom, visszamegyek a styling képre, Ctrl-V-vel beillesztem, kicserélem a rétegek sorrendjét, persze megint a backgroundot fel kell oldani, kicserélem a rétegek sorrendjét, és már ott is van a háttérben ez a kék ég, hogyha szeretném, hogy ne az a része legyen, hanem mondjuk itt az alja, akkor egyszerűen csak fogom magam, és egy kicsit följebb teszem, talán ez így élethűbb lesz, így visszakapcsolom, tökéletes. A következő, hogy az emberek legyenek színesek ez sem olyan túlságosan nehéz, megint összeolvasztom a rétegeket, Layer menü és Flatten Image, kijelölöm az arcokat. Van összesen három arc a képen, hát ez nem lesz olyan túlságosan nehéz. Itt szépen körbe rajzolom. Egyszer a Add to Selection-nel kiválasztom a másik arcot. És Stalin arca lesz a harmadik. És még egy helyen ember bőr látszik, ez pedig itt a keze, úgyhogy ezt a részt is hozzá jelölöm itt a csuklóját, így. És a következő az lesz, hogy bemegyek az Adjustment menübe, és itt van a Color Balance, vagyis a szín egyensúly tulajdonképpen, és nézzük meg, hogy miket lehet csinálni. Tehát itt, hogyha hozzáadok vöröset, akkor elszíneződik. Hát nyilván a vörösnek, valamennyire a kéknek a csökkentésével, és egy kis zöld hozzáadásával, de nagyon kicsinek a hozzáadásával, egészen jó, pontos ember bőrszín eredményt lehet elérni, és akkor ez a rész már készen is van. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen színű volt az egyenruhája, ahhoz én itt letöltöttem egy képet, Úgyhogy innét fogunk tudni lopni ilyen szint, vagy hát legalábbis színötletet. Ez egy ilyen szürkés, kékes, zöldes egyenruha. Úgyhogy most a következő lépésként megszüntetem a kijelölést, és kijelölöm Stalinnak a kabátját. Úgyhogy szépen fogom magam, végigmegyek a kabátom, Nyugodtan lehet ezeket a részeket is így belejelölni. A bőrébe nem megyek bele, és nagyon fontos, hogy most viszont a csuklóját ki kell hagyni, úgyhogy ez pedig a Remove Selection. Nem sikerült tökéletesre, úgyhogy viszont itt még hozzáadok egy kicsit. Uh -huh. Akkor ezt még így. Jó, és most tehát ki van jelölve az egyenruha, megint adjustment, color balance, és akkor ez egy ilyen zöldes, kékes egyenruha. Ez így tulajdonképpen már jó is lesz. És utána megnézzük, hogy milyen a sapkája, az itt látszik. Vörös, tehát ezt a részt vörösre lehet színezni, a többi meg lehet zöldes zöldeskékes. Tehát tulajdonképpen ennyi az egész. Hát euh, még itt van ez a torony, ennek is találjunk ki valamilyen szint, a többi úriembernek a kabátját, kalapját is érdemes valamilyen színűre kiszínezni. Én ezt most itt a, mint a videóban nem fogom végigcsinálni. Nektek az a feladatotok, hogy úgy küldjétek be a képet, hogy az teljesen ki legyen színezve.